Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Strategic Command World War II World at War folytatása. Lássuk, mire megy a német. A totális összeomlás közben. Hát komoly verseny lesz, hogy a szovjet vagy az amerikai fogja elfoglalni. De ebben lesz verseny, nem abban, hogy meddig tart ki, úgy látom. Itt egy elvágott, Tallinnba egy elvágott páncélos. Hát, meglepően durva buktákat soroztak össze maguknak. Nem tudom, hogyan tudtak ennyit elbénázni. Megmondom őszintén, láttuk, hogy mit csinálnak, de hogy ez hogyan jött össze abból, azt nem nagyon tudom megmondani. Ennél sokkal jobban kellett volna teljesíteni, mint a tök üres frontvonal középen, ahol minden egyes német egység elfogyott, miközben tucatnyi szovjet maradt. A déli frontot le fogják gyalulni, az északi volt az, amelyik valamennyire visszavonult. Meg mondjuk talán ezt a páncélos majd ki tudja menteni. Ugye a középső meg Szmolenszkig nem jutott el, nemhogy Moszkváig. És hát ebbe a feladványba abszolút elégtelen az, amit tudtunk biztosítani a szovjet ellen. Egy jobb német menetnél talán segített volna az a vlagyivosztoki kis bohóckodásunk. De itt összességében semmit nem hozott, az biztos. Oké, elvettük Vlagyivosztokot. Mondjuk technikailag értékes, mert az majdnem... Ugye 80-at nem kap meg, plusz a város maga. Majdnem 100 MPP-t vettünk ki. De az kevés. Az, ha a Kaukázus nem veszi el senki a szovjettől, akkor az nagyon-nagyon kevés. No. És akkor 80-ért létre lehet hozni ott egy indiai egységet, természetesen hozzuk. 50-et ebből vissza is kapunk, úgyhogy gyakorlatilag ingyen kapunk az erőt. Egy teljes értékű ármi, csak nincs felújítva, meg egy őregység, azt meg ingyen. Ó, India zavarók magában. Legalább ennyi. És mivel harcok közepén csinálják, ez igencsak értékes lehet. Jó, különféle random események. És akkor azért összesen egy 600-ig felkúsztunk gazdaságba. Ebből kezd valami kisülni, csak csak a német meg már fogyóban, az olasz meg összeomlóban. Úgyhogy nincs sok időnk. Hogy Kínát, Indiát, mi egyebet rendezzük. Egy fincsi ráfutás, lehetett volna jobb is. Én mondjuk a csatahajóval játszottam volna inkább azt a meglepi csatát.
ha választhatok, nem a tengeralattjáróval, de legyen. Így is belevertünk kettőt, ami nem olyan vészes. Fogynak az angol hajók. Aztán előbb-utóbb onnan már talán tudunk valami támogatás félét is adni az indiai harcoknak rendesen. Persze kockázatos, amíg a rengeteg repülő ott garázdálkodik. Szövetségesek részéről. Nekem meg korlátosan vannak vadászaim. Ouch! De mondjuk egy tengeralattjáró belefér. Csak nem jó. Ez legalább hasznos. Pofosztatja magát az amerikai flotta. Nem annyira. Hát jó, oké. Tehát a csatahajó akkor megnézheti magának ezt a rombolót. Egy-egy belefér, és nem látta meg őket, nem futott rá. Vagy a rombolókra, vagy a hordozókra. Ez kezd nagyon közel lenni. A két transporthoz. De aztán megúsztuk. Na hát részben azért is vannak ezek a picik, hogy ilyenkor dolgozzanak. Ilyenkor hősi halottak legyenek. Jó, hát az így vagy úgy, de meghalt volna egyébként is. Ott nincs miről beszélni. Na, technikailag ez a kettő elvágásra került. Azt, ha meg tudja tartani a következő körig, akkor az legalább valami. Mert oké, a kör végén kapnak egy-egy leesést, egy-egy pofont, de az igazi buli akkor van, ha elvágva maradnak a kör végéig, a német köréig. Mert akkor esetleg kiütheti őket. Egy értékes amerikai gyalog, hát a kanadai páncélos az nem egy nagy tétel, de mondjuk az se ingyen van. Komolyabb légi harcok. Oké. Legalább nem ingyen bombáz szét mindent. Csak valószínűleg messze áron alul. Budj. Kijevnek ennyi. Délről összekötötte az ügyet. Meglepően kitart ez a kis német. Erő. Cserébe most ő van elvágva. Csúnyán elvágva. Szerintem az angol még mindig nem kétszer támadó tank. Lovasság megvédte a tankot, a repülőket. Hát azt a hákút viszont senki nem védi meg. És újabb három egység elvágva.
ahhoz képest, hogy a gép általában nem is megy arra, hogy a sikerrel elvágjon, csak úgy ki szokott alakulni, ahhoz képest egész jól vagdossa el a erőket. Mert jó, ez rizikó volt, ez vállalható eredmény. De az, hogy itt ott maradtak az erők, tök fölöslegesen. Újabb 4-5 egység leesik majd ellátmányon kívül, körbevéve, végleg, stb. Hát ennyi erőd nincs. Ennyi ereje nincs a németeknek tartalékban. 3-4-5 egység elszorva a teljes szovjet védővonalon. Igen kevéske. Ouch. További transportok. Mert eddig kevés erő volt ott. Az az ágyú leesett, az a gyalog leesett, de mondjuk így legalább ellátmányba. Hasznosabb lett volna a szovjetnek, ha megvárja. Következő kört. És ellátmányon kívül szedi ki, de hát türelmetlen volt. Persze a német gazdaság nem tudja így se úgy se pótolni a körönként 4-5 egység veszteségét. És lehet, hogy rosszabb lesz még ezután. Hát most már a spanyol meg a visi, ha belép, már az hátrány, mert pillanatokon belül elfoglalásra kerülnek. Semmit nem nyernénk vele. De ott ücsörögnek a diplomáciai csitek, még megesett. Még megesett, hogy jönnek. Tök fölöslegesen, de jönnek. Hajók elvonulnak. Már a ki... Ohoho, további transportok. Akkor itt még érkeznek, úgy látom. Itt még jön a következő szakasz. Egy mindenképpen, de ki tudja, miből mennyi. Szeretjük őket. Ingyen transportot mindig jó lőni. No. Jó, hát ez járt nekik, de ez sajnos magába kevés. No, ukrajnaiak garázzálkodnak. Nem is gyengén, amilyen sok egység van itt a ukrán területen. Az szép kör volt. Általában ez egy-két egységet szokott érinteni, nem fél tucatnyit, vagy tucatnyit. Na, találunk valami érdekeset. Mindig nem nagyon. Hát... az mondjuk hasznos. Tudtuk, hogy valahol ott van, de legalább nem kell keresnünk. Újabb tank, mert kevés volt eddig arrafelé.
Na, egy japán vadász. Nem is tudom, hogy hova akarom. Azt hiszem ide fogjuk, aztán majd elindul. Nem annyira volt jó. Ez zseniális. És akkor elfoglalhatjuk Szahalin szigetét. Nem egy szuper fontos dolog, de mégiscsak. Jó, azért érkeznek az erők lassacskán. Hát akkor legyen így. Jó. Azt vártam, hogy összerakjuk itt az elvágást. De összességében ezek szerint nem. No mindegy, hát valamennyi történt, egy nehéz tüzérség, meg egy másik tüzérség. Kettő-kettő, az egy érdekes ajánlat. Igazából azzal nincs baj, mert mondjuk így már nem annyira jó. Így már nem annyira jó. Legyen.
No, ez ugye taktikaiba van. Jellemző. Jellemző. Hát a második hátkor mondjuk csak többé-kevésbé kell, de van. Egy amerikai romboló is, csak hogy ne legyen olyan egyszerű. Na mindegy, a rombolót kilőttük, csatahajót azt majdnem meglőttük. Van még itt bárki a... Százötért föltöltjük a hajót. Nem egy jó kör, de kell. Te hova tudsz elérni? Partot tudsz érni, helyes. Akkor nem kell veled többet gondolkodnom. Ezt a stratégiai bombázót egy darabig lőhetjük itt, úgy látom. Ezek mennek Guamra, most majd kilőjük a guami dolgokat, ez a terv. És azzal a két gyaloggal meg elfoglaljuk Guam szigetét. Csak van egy gyaloggal, a másik az meg nem tudom még mit csinál. Mert ahhoz egy gyalognál több nem kell, van, tudom, hogy mit csinál a másik. Az megy egy további szigetekre. Itt a Hawaii szigetére. Azokat megpróbáljuk elfoglalni. Ti is jöttök guámkodni. Jó, hát amennyire lehet a hajókat rendbe tesszük. Ezzel nem tudok mit tenni, meg nem is nagyon érdekel igazából. Kis szigetet vigyen el, ha annyira akar. Ezek... Igazából ausztrálok voltak, leestek. Technikailag vissza lehetne őket foglalni, de... nem nagyon érdekes. Kicsit útba van, de nem nagyon érdekes. No. Szedtünk még egy transportot, az mindenképpen fincsi. Majd valahol itt tudnak föltöltődni. Mert ott nagyon pici még a ellátmány, ez meg marad. Már azt hiszem ide nem kell, de jobban járok, ha marad egy védő Szingapúrnál. Mondjuk ez azért sompolyogjon vissza. Visszább. Hát a két kicsi az úgy érzem meg fog halni, vagy legalábbis kap pofonokat.
Ja, ő nincs. Ő felfene tudja. Nem tud, mert nem tud. Mert itt senki nem tud. No, itt mit tudunk akkor repülőkkel tenni? Hát azt nem vártam volna, hogy felszáll. De felszállt. Ó, de jó, hogy nem lőtted ki. De jó, hogy ezt a jelentéktelen apróságot, amit ígértél, nem tettél meg. Nem, mintha számítana drasztikusan, de azért mégiscsak na. Na, és hát ez itt a fő gondom. A szovjet front. Nem túl meglepő módon, mindig az a gond, a szovjet front. Minden oldalon, mindenkinek, mindig. Itt de egy kutatás, mondjuk nem ártana befektetni ezekbe, hogy maxra húzzuk a gazdaságot. Ja, azt hiszem most ezt megejtjük. Ennyivel beljebb visszük az ügyet, és akkor viszont elköltöttünk körülbelül mindent. Garrison most nem kell, még egy anti-air. Anti-air. Az viszont már kellene, vagy kellhet. Az is egy módja annak, hogy a szovjet meg a szövetséges légierőt itt megfogjuk egy picit. Abba van miért belefektetni. Úgy vélem. No, hát elindultunk azért Indiába. Bármilyen kinkeservesen is. De előrébb jutottunk. Az első indiai városok megvannak. A kínai ügy az lassan megoldódik, egyszerűen elfogytak. Gazdaságilag. Most már ugye 2-3 egységet vesznek körönként, és nem tudnak ennyit gyártani. 100 valamennyi a bevételük, de lehet, hogy az alatt vannak már. Miközben ugye minden egyes lelőtt egység az több mint 100-at ér. Plusz sérülések, meg mi egyéb. No, az összességében egy szép légi harc volt, azt hiszem. 2-3 pofont kiosztott ott egy angol vagy amerikai repülőnek. Hanám repülő állománya. Német légierő az nem kicsi. Sajnos a gyalogos erő elfogyott. Meg a páncélos, meg a minden egyéb. És magában a légierő az kevés. Elképesztően hasznos, ha van hozzá elég, minden más. De valami egyensúly kéne, annál jobb, mint amit föl tud vonultatni most a német. Mondjuk a nyugati fronton vannak erői, csak a keleti frontot ürítette ki teljesen. Meglepő módon egyébként a tenger alattjárói megúzták a harcok nagyját. Úgyhogy még lehet, hogy abból lesz valami. Szovjet partizánok. Jehe. További indiai pusztulás.
No, egy kis tenger alatt járózás a németeknél, mert még mindig van mit. Ipar 4. Picit többet termelünk. Nem sokkal, mert a nagy része ugye nem hazai az iparnak, sajnos. De egy picit azért számít. Hát, legalább így fut rá. 2-2 az olyan vállalható. A Niemann nem annyira, 3-1. Ah, az 1-1 az teljesen oké a közepes hajóból. Ez pek. Az ott egy 5-1 volt, vagy egy 8-1 volt. Ouch. Azt csúgyán megkapta. De van még egy nehéz szirkálója. Meg egy teljes csatahajója. Akkor úgy érzem, az beszállt tengeri hajóba. Az az egység ott. Transportba szállt. Na, hát egy kis ráfutás, csak hát rombolóval jó ráfutni a tenger alattjárókra. Az az egyetlen jó eset. Rombolóval. Bármi másra ráfutni nem olyan mókás. No, hát a torpedó motorcsónakjaink azért megtették a feladatukat. Más hajók helyett elsüllyedtek. Sokkal értékesebb hajók helyett. No. A végtelen csaták sorai. Hát az annyira nem biztonságos neked az a partvonal. Látunk. Ráadásul túlélte 2 HP-n, úgyhogy még majd rendbe lehet hozni fillérekért. Hát amelyik elsüllyedt, az elsüllyedt, az így járt. Hát érdekes kérdés lett volna, ha van visi meg spanyol, hogy az a fél tucat egység, amit körülbelül adnak, meg hát összesen azért a kettő együtt 200-nál több MPP, az számított volna. Az MPP igen, egyébként a gazdaság az megdobta volna a németeket, ha egy fél éve megérkeznek, ahol vártuk őket. De hát a diplomácia az egy eléggé random elem. Szándékoltan, és nem tudom azt mondani, hogy nem helyén való, így jött ki. Nyilván, ha nincs ilyen korai partra szállás, vagy többet piszkálódnak az olaszoknál, vagy valami, akkor azért jobban jöhetnek ki. De hát részben az olasz bukta, meg az észak-afrikai bukta az a németek hibája, nem tudták megtartani Észak-Afrikát, még nyomokban sem. Úgyhogy
nem volt Operation Torch és vidéke. Abból nem volt százalékok a visinek, meg mi egyébnek. Nem volt fél év extra időnk. Az talán még egy kicsit korai, hogy most Párizsra menj, de nem jó hír, hogy már próbálkozol. Már egyenlőre még csak magadnak osztod a pofonokat. Vene? Hát valamikor 44-be várható tényleg a német megadás, az annál később nem húzhatják ki. Nem hiszem, hogy 45-öt megérnék. Bárki tudja. Ja. Ellátmány az elfoglalt területeken viszont is jön majd, mint probléma. A szovjetnek, meg valamennyire a német, az amerikaiaknak is, hogy oké. Okay. Visszafoglalják Franciaországot, de egy romhalmaz. Úgyhogy csak lassan-lassan javul majd az ellátmány. És ugye, amit látható, egy-egy várossal köröket küzdenek. És azért akad pár város még. Ami jöhet szóba. Hát sajnos ott némi vadászt azt, sőt nem is vadász, hanem bombázót azt eldobtak. Na, az mondjuk kemény. Egy tank, meg még egy tank. Nem lőttek ide. Így egyáltalán támadhat rá. Ez a visszavonulás az lehet, hogy megmentette. Hát az kissé merész ugrás volt, és nagyobb részt tök fölösleges. De hát... Most jön az angol-amerikai problémája, hogy minden mezőn ott állnak az egységeik, és nem tudnak hova kiszaporodni. A román légierő védi Franciaországot a németeknek. Mindig mókás az ilyen felállás. No. További erőket hoznak, mert muszáj, meg mert lehet. Jó, mi is hozunk további erőket, mert fontos az az indiai front. Meg lassacskán végre tudunk hozni egy-két erőt a szovjet vonalhoz is. Nem annyit, mint kéne, de majd kiderül. Majd kiderül, hogy miben futunk. De eddig nem állunk rosszul. A saját háborúinkkal, a német az, és a vele együtt érkező szovjet háború az olyan, amilyen.
Az egyelőre olyan, amilyen. Anélkül meg se lennénk. Na, olaszok valamit tettek. Egy kis támadás valamilyen hajó ellen. Ha más nem anyagi kárt tett. Végtelen német veszteséglista. Másik óceánon, az hasznos infó, még egy páncélos. Mert olyan marhára jól álltunk volna egyébként. No, egy gyalog, meg egy újabb. Kirakjuk, de először ennek arrébb kell mennie. No. Jó. Hát akkor te irány a kikötő. Nem sok hajónk maradt, az a baj. Kezdünk elfogyni itt hajóban. Nem? Hétteltem elég vagy nekem, már csak repülőt kérek. Itt a nagy kérdés, hogy melyik kell, vagy mit csináljak. Jó, ezt budj. 3-6. Szóval egy nagyjából reális volt. Az a 3-6. Jó, azért összességében nem rossz. Összességében nem rossz, egy csatahajó majdnem süllyedt, egy másikat megpiszkáltunk. Csak persze fogyunk. Nincs annyi hordozó, mint amennyi kellene. Persze. Persze és természetesen. Majd meglátjuk.
Jó. Kettő az nem sok, maradjunk annyival. Ettől féltem. Ettől féltem bizony. Hogy marad még ott erő. Marad még ott vadász. Na mindegy, majd kiderül, hogy akkor ebből mi lesz. Következő körbe. De egyenlőre csak a légierő ment le, az megfogyó eszköz. És leesett. Oké. Hát a picit megettük, visszahoztad, ügyes vagy, meghalt lendületből. Oké. Kérdés, hogy van-e ott valami, ami... Hát kéne. Kéne ott is további erő, nyilván. Hát a hákuk magukban nem ijesztegetnek. No, itt azért ijesztőbb a helyzet. Itt sajnos ijesztőbb a helyzet. Jó, hát amennyit lehet, annyit teszünk. Nem sok. Na, és akkor megvan a Szahalin szigetek, azért az fontos. No. És akkor most már lassan tényleg ezen a fronton kell, hogy legyenek a repülőink és egyebeink, már csak az kéne, hogy ne legyen folyamatos eső. De minden nem kaphatunk meg. Minden nem lehet, ami írjunk.
No, végleg elvágtuk a két vonalat. Északról haladunk. Kommunista Kína fővárosa lassan kiütve. Tianxiu meg lesz, onnan Lankó is egész hamar. Aztán meg majd meglátjuk, igazából amikor megvan a... Hogy hívják? Chongqing, akkor itt ez a déli szakasz szintén mehet Indiába. Körülbelül ez a csomag az, ami végig fog sétálni majd Urumqiig. És utána körülbelül ez a szakasz meg mehet föl itt. Hát vagy ő lesz az egyik, aki megtámadja, hogy hívják ott, Mongóliát, a három egységével, bátran, vagy valami. No. Venni valamit továbbra is, csak gerzsonokat, mondjuk még egy légierőt, nem tudunk. Csónakot, igazából az jól szolgált, az nagyon jól szolgált, az úgy érzem belefér. Nyilván hordozót jó lenne, de hát kicsit drága. Kicsit drága. Ez durva lenne, ha azt meg az ötöt vissza tudnánk venni. Na hát mára ennyi, innen folytatjuk.